Sziasztok, szép estét, ez itt a Dobantó, én Bojtos Fáb Csilla vagyok, mellettem Bojtos Zoltán, mint házigazdák. És technikus. Nagy szeretettel köszöntöm az állandó résztvevőket, a Törzsgárdát, külön szeretettel azokat, akik esetleg először vannak itt, és legnagyobb szeretettel ma esti vendégünket, Nyíri Zoltán köszöntöm. Sziasztok! Szia! Van szerencsénk személyesen ismerni több tréningről és találkozóról, úgyhogy engedjétek meg, hogy bemutassam őt, aki még esetleg nem hallott róla. Közgazdász, oktató, MLM szakértő, tréner és számos szakmai könyv szerzője, fő érdeklődési köre az üzleti élet pszichológiájának elemzése, hasznosítása, a kommunikáció, a prezentáció, vezetés, motiváció, csapatépítés és ügyfélkapcsolatok, valamint az értékesítés területén. Egyetemi munkája mellett folyamatosan tanít a vállalati szférában és non-profit szervezeteknél. Külső trénerként segít számos hálózatépítő csapat fejlődését. Első kérdésem az az lenne, hogy mennyiben állja meg ez a jellemzés az idei évben, 2020-ban a helyét? Melyik részére gondolsz? Ebből a rengeteg tevékenységből most mi az, ami leginkább jellemez per pillanat? Egyetemen már nem dolgozom folyamatosan, tehát már nincsenek aktív óráim, csak most nem a vírus miatt, hanem egyébként is már ezt jó pár éve lezártam. Időről időre beugrósként egy-egy órán előfordulok, de saját kurzusaim nincsenek. Amúgy dolgozom országszerte, sőt, talán többet, mint bármikor. Az online világnak köszönhetően tényleg még jobban ráálltam én is az onlineozásra, és kinyíltak a még jobban a határok, tehát rendszeresen tartok előadásokat, akár így Zoom-on keresztül, akár most az elmúlt pár hétben kicsit offline-ban is, de idén többségében online-ban, úgyhogy nagyjából stimmel, amiket mondtál. Köszönöm szépen. Az én fejemben ugye az van, mert én az MLM kapcsán ismertelek meg, hogy MLM szakértő és tréner vagy. Nem tudom, hogy ennek az aránya így az életedben, hogy a külső cégek, vagy civil szervezetek, meg az MLM, vagy a szívedben ezeknek a súlya, ez hogy néz ki? Hát nyilván felétek úgy pozícionálom magam, hogy MLM, mert hogy veletek ebben dolgozom, de alapvetően a kommunikáció a fő, meg az értékesítés a fő területem. És hogy a kommunikáció, akkor ebben ugyanúgy benne vannak a politikusok is, benne vannak az ápolónők, pedagógusok, nekik is tartok továbbképzéseket, de benne vannak akár a biztosítós cégektől kezdve, az Audi középvezetőink keresztül, rengeteg-rengeteg olyan területen dolgozom, ahol kommunikáció, prezentáció, konfliktuskezelés, csapatépítés, most nyáron nagyon sok csapatépítő programot csináltunk, úgyhogy aki követi esetleg a Facebookos oldalamat, szoktam azért kitenni, hogy most is volt medencés csapatépítés például egyik cégnek, ők egy pályázatíró cég, úgyhogy elég sok felé dolgozom. Az MLM-et nyilván az elmúlt 20 évben szívem csücske állandó visszatérő csapat az MLM-es közönségem. Főleg azért, mert az MLM-esek szeretnek tanulni, ez nagyon nem mindegy, hogy ők nem úgy jönnek tréningezni, beutalják őket, meg oda rúgdossák őket, meg alig várják már, hogy mikor lesz szünet, mikor lehet inni, meg egyebek, hanem ők tényleg azért jönnek, hogy tanulni akarnak, és ez egy oktatónak ez mindig óriási élmény, hogy úgy lehet oktatni valakit, hogy akar is tanulni, nem csak muszájból beültetik. Ebből a szempontból az MLM az nagyon-nagyon kedves szívemnek, meg hát fantasztikusan jól veszitek a könyveket, úgyhogy ez meg megint egy, azt is látom, hogy akik nem hálózatépítők, ők valahol abba hagyják a tankönyvek olvasását ilyen érettségi vagy egyetem környékén, és aztán ritka, hogy annyit tanulnának olvasnának, mint a hálózatépítők. Én az MLM-ről foglak nyilván kérdezni, és az ezzel kapcsolatos dolgokról. Onnan kezdve, hogy te elkezdtél network marketinggel foglalkozni, egy ilyen nagyon különleges helyzetben vagy, mert nem egy cégen keresztül, vagy egy-két cégen keresztül ismered ezt a területet, hanem nagyon-nagyon sok cégen keresztül rálátsz.
Hogy látod, hogy változott időközben, tehát a kezdetektől, mondjuk most először a te megítélésed, tehát hogy ez a szakma mennyit változott, amióta te ezzel foglalkozol? Hát ugye én magam nem építek hálózatot, ezt fontos, hogy tisztázzuk. Én azt szoktam mondani, hogy én hálózatépítőkből építek hálózatot. Nekem nagyon sok barátom, vezető kapcsolatok vannak országszerte, sőt, hát gyakorlatilag 4 országban, így a környező országokat, ha nézzük. Én velük tartom folyamatosan a kapcsolatot, velük beszélek, akár napi szinten is sokszor. Így van rálátásom a hálózatépítésre. Most főleg az elmúlt hónapokban nagyon intenzív lett a kapcsolattartás. Nagyon sok ember újraértelmezte az életét, a hálózati életét is, a hálózati céljait is. Megértette azt, hogy érdemes ezt komolyan venni, hogy miben változott. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokan a hálózatépítők között keményebben dolgoznak, mint valaha. Tehát olyan szinten komolyan vették a hálózatépítést, akkor átrobbant a hálózatépítés nagyon sok helyen a világban, Magyarországon is, meg környező országban is. Olyan emberek bejelentkeztek hozzám Erdélyből, Szlovéniából, Szlovákiából, horvát, szerb üzletek, meg hát persze magyarok nyilván rengeteg, csak hogy így nagyságrendeket akarom érzékeltetni. Hogy ahogy bejött ugye március közepén a karantén, és hogy akkor online dolgozol, és nagyon sok embernek bizonytalanná vált a jövője, elvesztette akár a munkáját, akár a bizalmát a munkában, akár mai napig is saját húgom is olyan területen dolgozik utazásszervezésben, hogy most éppen még dolgozik, de hát ki tudja, hogy meddig, meg mi jön az ő száma, stb. Hogy tényleg rengeteg ember, aki kicsit is belekóstolta a hálózatépítésbe, az megértette, hogy ezt most nagyon érdemes tolni. Nagyon-nagyon érdemes tolni. A termékek miatt is, ugye az egészség szinte minden hálózatban nagyon fókuszban van, nagyon fontos, meg hát az otthonról végezhető, online módon végezhető munkavégzés miatt, tehát nagyon-nagyon robban. Tehát van olyan, nem tudom, hogy mennyire követitek így a nemzetközi trendeket, volt olyan cég, és nem tegnapi cég, tehát nem kétnapos, meg háromnapos cég, aki ilyen 20-30%-ot nőttek februárról márciusra, meg márciusról áprilisra is. Tehát brutális, brutális milyen növekedés volt itt a hálózati világban. Akkor át kell fogalmaznom azt a kérdést, mert volt ugye egy ilyen feltett kérdés, hogy látod, hogy hogy vészelték át az MLM cégek ezt a COVID időszakot, akkor a többség... Hát, Nem is értem a kérdést, hogy miért átvészelték. Hát óriási növekedtek MLM cégek. Tehát biztos volt olyan, aki átvészelte, de mondom, aki kicsit is megértette ezt, hogy otthonról tudsz dolgozni, gyakorlatilag tényleg egy számítógéppel világot el tudod látni információval. Neked nem kell csinálni, nem kell kimenni sehova, nem kell még postáznod sem kell, mert a cég ezt intézi, tehát tényleg otthonról tudsz koordinálni mindent, világ legjobb üzlete a home office meg az egészség együtt. Tehát akinek ez most nem esett le az elmúlt fél évben, az nem tudom, hova járt iskolába, vagy hol, mit csinálta. Tehát ez olyan szintű, utoljára 2008-ban volt ilyen, amikor ugye jött a nagy válság, és akkor is az volt, hogy kiderült, hogy az MLM az egyetlen, ami igazán válságálló. Mert akkor is az volt, hogy nagyon sok ember elvesztette a munkáját, nagyon sok ember elvesztette meg tönkrement a vállalkozása, és egyszerűen az történt, hogy aki hálózott, ugye ott is megtorpantak a hálózatok egy pillanatra, de ahogy akik tudtak lépni, ahogy megértették, hogy mi az új kihívás, hogy mi az új világ új kihívása, meg mik a feladatok, azok néhány nap alatt összeszedték magukat, vagy néhány hét alatt, és aztán következő hónapra már újra növekedtek. Tehát az MLM-ek azért fantasztikusak többek között, mert nagyon-nagyon rugalmasak. Tehát pontosan amiatt, hogy sok kicsi sejt, sok kicsi egységből áll, sok hálózatépítő adja az egészet, nem egy olyan multi gondolkodásban, ahol nem tudom én, bizottságok döntenek, és hónapokig tart, még nem tudom én, a Mercedesnél egy új modell gyártásáról majd
nem tudom én hányféle módon kell hatástanulmányokat végezni, meg számolgatni, meg 10 000 helyen engedélyeztetni, meg stb. Tehát ha van egy jól működő, egyébként jól működő MLM cég, ahol rendben van a termékellátás, a termékminőségben nem nyúlnak bele, tehát korrekt cégről beszélünk, kifizeti a jutalékokat, akkor te, mint aktív házatépítő, te nagyon gyorsan tudsz igazodni. Tehát te, neked lehet offline módon dolgozni, lehet online módon. Dolgozhatsz otthonról, dolgozhatsz az erdő közepéről, a laptopodra, egy kilátó tetejéről, hogyha neked az ott szeretsz dolgozni, a medence partjáról, vagy bárhonnan, bármikor újra kezdheted a csapatodat, ha valakivel nem szeretsz dolgozni, keresel mást, akivel szeretsz dolgozni, ha nem tudom én, nem működött ez a módszer, akkor holnaptól kipróbálhatsz egy másik módszert, tehát hogy fantasztikusan rugalmas tud lenni a hálózatépítés, és ez ugye egy válság időszakban mindig az nyer, aki hamarabb tud alkalmazkodni. Aki képes egyik napról a másikra egy tök új dolgot csinálni. Hát ott van az MLM, ami tálcán kínált lehetőség, ahol tényleg minden ott vannak a termékek, ott van a komplet ellátási lánc, ott van az, hogy minden megvan, ami minden megvan helyetted, hogy csak csapatot kell, vevőket kell szervezned, és most a csapat az nagyon idézőjelben, mert tudom, hogy ezzel van munka, de hogy nem neked kell engedélyeztetni hosszú-hosszú eljárásokat, meg a hivataloknál kijárni, meg nem érsz el senkit, tehát rengeteg céget láttam ebbe belefulladni az elmúlt hónapokban, hogy leállt a közigazgatás, adminisztráció, most az adóhivatal, most a nem tudom micsoda, tehát hogy így ehhez képest az MLM az él és virul és működik, hogyha az üzletépítők nem töketlenkedik el az egészet, és nem punyannak be abba, hogy a Istenem, mind meghalunk, nem működik a hálózatépítés sem. Igazából ennek egy korlátja van, hogyha valaki nem tudott most az elmúlt időszakban, kettő, az egyik az a fejekben, ugye mindig is a fejekben levő korlát, hogy nem hiszem el, hogy működik, a másik az időbeosztás, tehát amikor a döntőn ugye a hölgyek dolgoznak a hálózatépítésben, a hölgyekre rászakadt a 2-3 gyerek iskolai otthonról foglalkozok velük ideje, meg a háztartás, meg stb. Azt el tudom hinni, hogy nekik nem annyira maradt már kedves mosolyuk estére a hálózatépítésre. Ebben az esetben láttam azt, hogy valaki nem tudta igazán kihozni a maximumot, de aki nem ilyen helyzetben van, főleg férfiak, tehát én áprilisban, májusban annyi dolgoztam, mint soha előtte az életemben, de komolyan, tehát ilyen kora reggeltől késő éjszakáig elindultak az online csoportjaim, többen ismertek szerintem az online Zoltán csoportokat, rengeteg hálózatépítő bejelentkezett ezekbe online tanulni, több száz emberrel egyesével kellett lekommunikálni azt, hogy ő melyik csoportba jelentkezik, nem tudom én, könyvet szeretne vásárolni, számlázás, egyebek, tehát hogy brutál mennyiségű munka jött azáltal, hogy én is rugalmasan át tudtam állni az online munkavégzésre. Én ezt látom házatépítőknél is, hogy akinek egyébként nincs ilyen szűk keresztmetszet, hogy az idő rabságában van, hanem tényleg szabadon tud legalább napi 3-4 órával gazdálkodni, azok azért nagyon-nagyon szépen tudtak és tudnak fejlődni az MLM-ben. Igen, nekem is az első félelmem, amikor így elindult ez a járványhelyzet, az volt inkább. Azt tudtam, hogy ugye mi az egészség területén nagyon sok mindent tehetünk az emberekért, de hogy esetleg az ijegység miatt visszafogják a kiadásaikat. De szerencsére ez nem így történt. Tehát ez is egy reakció ugye a válságra, hogy akkor gyorsan tartalékolunk, nem adunk ki sok pénzt, mert ki tudja, hogy meddig tart, meg hogy mit hoz a jövő. De ehhez képest meg sokkal inkább jellemző volt, hogy miután nekünk ugye immunerősítő szereink vannak, nagyon sokan bevásároltak, inkább ez volt a jellemző, mint hogy visszafogják a vásárlást. Igen, inkább ez történt, én is ezt láttam, hogy amit az előbb mondtam, nagyon nagy növekedés, az ugye két dologra vezethető vissza, egyik az, hogy nagyon sokan elkezdtek dolgozni online, illetve a házatokban, home office-ben, meg a más munkájuk helyett özönlöttek be az emberek a házatokba.
Másrészt pedig pontosan, amit mondasz, hogy egészségvédő, megőrző, immunerősítő termékekről beszélünk, nagyon sokan bevásároltak. Ebből volt egy visszaesés utána májusra, tehát amikor rájöttek az emberek, hogy ó, nincsen akkora para, nem kell annyi termék, meg még van otthon a készleten, tehát ott láttam egy visszaesést, de olyat nem láttam, hogy valaki kisebbre esett volna vissza, mint előtte. Tehát még így is, hogyha a teljes trendet nézzük, még így is fölfelé halad a legtöbb hálózat. Így, hogy belelátsz egy kicsit a munkájába más MLM cégeknek, és mit látsz, hogy a módszerek nagyjából egyformák, hasonló kihívásokkal nézünk szemben, hasonló feladatok vannak, vagy azért vannak jelentős eltérések, hogy ki milyen módszerrel dolgozik? Hát, ami a hasonló, hogy mindenki a csodát várja, tehát mindenki az abban gondolkozik, hogy majd a Nyíri Zoli megmondja a tökéletes meghívási technikát, hogy én nagyon örülök, mert ezért sok pénzt el tudok kérni, hogy megmondom a tökéletes meghívási technikát, de nagyon kutyaütő lennék, hogyha ilyet tudnék ígérni nektek. Azt gondolom, hogy ami nem változik, az az, hogy az emberek többsége még mindig azt gondolja, hogy a hálózatépítés az egy ilyen, ez egy ilyen könnyed játék, az egy ilyen vicces, lájtos hobbi, és nem teszi bele az időt. Tehát nem teszi bele a tanulást, a munkát, azt folyamatosan hónapokon, de inkább éveken keresztül azt a szisztematikus, rendszeres tevékenységet, ami egyébként bármi mással foglalkozna az ember, beletenné, de valahogy a házatépítés még mindig sok ember fejében úgy van, hogy jó, én belépek, egy-két balekot majd behozok, azok majd jól dolgoznak, és akkor nekem már nem kell. Vagy azok majd megcsinálják azt, amihez nekem nincs kedvem. Tehát tényleg emberek komolyan elképzelik azt, hogy én nem akarok termékről beszélni, de majd a munkatársaim fognak. Én nem akarok videókat gyártani, de majd a munkatársaim fognak. Én nem akarok vevőknek telefonálgatni, de majd biztos lesz, aki ezt megcsinálja. Tehát nem. Ami nem változik, hogy ez mindig is munka volt, a munka módszerek változnak, a munka a módszerekben vannak újdonságok, aki ezzel megy előre, aki ezzel halad előre, aki tartja a tempót, aki halad a világgal, és beleteszi azt a mennyiségű munkát, ami kell, tehát tanul és dolgozik, nem lehet, hogy a kulcsembernek hívjuk azt, hogy tanul, dolgozik, terméket használ, tehát aki kulcsember magyarul, folyamatosan azoknak csodája működik a hálózatépítés. Aha. És a sok-sok tulajdonság közül, ami egy ideális esetben kell egy hálózatépítőnek, mit emelnél ki? Nem azt mondom, hogy egyet, de azt a néhányat, amit te úgy gondolsz, hogy azon múlik gyakorlatilag, hogy sikeres lesz-e vagy sem. Hát igen, ezt olvastam, ezt a kérdést előzetesen, és nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy nem tudnám megmondani igazán ki a sikeres hálózat. A siker az mindig egy olyan annyira megfogadhatlan dolog, tehát rengeteg ember van a házatépítésben, akiről azt gondoljuk, hogy sikeres, mert nagy üzlete van. De ha kicsit mögé nézel, akkor látod, hogy nem tudom, szétesett a családja, utálják a munkatársai. Nagy pénzt keres, de közben nagy pénzekkel tartozik embereknek. Nem is tudom, én MLM szédelgőknek is szokták hívni őket, meg csúnyább szavakkal is, nem akarom itt mondani, mert esetleg majd felvétel után. Szóval, hogy így, nem, ki a sikeres? Tehát ismerek olyat, aki 28-9 évesen már nagyon sikeres volt, de olyan szinten két végen égette a gyertyát, meg szétszigizte az agyát, hogy nem régen tüdőrákban meghalt, borzasztó módon kicsi gyerekeket hagyott maga után, most ő sikeres, vagy nem sikeres. Pedig óriási üzlete volt, és szerették is az emberek. Vagy nem tudom én, sikeres, de igen? Ha úgy fogalmazok meg, hogy aki tartós növekedést tud elérni úgy, hogy még a harmóniát is megőrzi az életében, ha így kiegészítem. Tehát igen, igen, igen. Na ezért, ilyet viszont nem egyszerű ilyet találni. Azért is, még egy picit hajrúhozzak ezen a sikeresség kérdésen, hogy ugye az MLM-ben az érdekes, hogy nincs tedeje, tehát sosincs vége. Nincs ott, hogy nincs egy olyan, mint azt mondod, hogy na, olimpiai bajnok lett valaki, akkor ő mindent elért, amit lehet a sportban. Olimpiai bajnokság, hát az tényleg mindenek a csúcsa, vagy a világbajnokság, vagy nem tudom, tehát hogy ott van kész vége, ő megcsinálta. MLM-ben sosincs ilyen.
Az MLM az pontosan arról szól, hogy te mindig akarjál többet, mindig akarjál nagyobbat, mindig kitálunk egy új szintet, hogy eddig csak gyémánt voltál, de most már lehetsz ezért dupla gyémánt, meg tripla, meg 45-szörös gyémánt, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogy így nyilván az MLM cég politikájából adódik az MLM cégnek, hogy mindig hajtsuk előre a vezetőket, mindig akarjál többet, sose érezd azt, hogy kész vagy, sose érezd azt, hogy akkor most már meg lehet állni, meg hogy alattad még nincsen csak, nem tudom én, 20 gyémánt, még nem 30 vagy 200. Tehát, hogy így mindig lehet előre menni, miközben egyébként néhány év rendszeres, amit az előbb mondtam, szisztematikus tanulással, munkával simán meg lehet keresni a magyar átlagfizetés többszörösét bármely korrekt MLM cégnél, akkor azt mondom, hogy ez már sikeres. Tehát ehhez nem kell hipergalaktikus gyémántnak lenni, hogy nem tudom én, mennyire sikeres legyél. Tehát simán a mondjuk 2-3-4-szeresét, 5-szeresét és akár a magyar átlagfizetésnek nagyon kényelmesen, kellemesen meg lehet úgy keresni, hogy nem egy főnök csesztet nap, mint nap, hogy nincs ott az a stressz, ami, hogy minden reggel dugóba kell ülnöd, és a munkatársak intrikáit hallgatod a hátad mögött, és nem tudom én, tehát hogy nagyon sokszor azt láttam, hogy a házatépítők bele gabajodnak ebbe, hogy még sikeresebb akarok lenni, még nagyobb üzlet, de közben nem veszi észre, hogy tök jó élete van, hogy jól érzem, jól keres, jó csapatban van, ha akarja, van ideje a családjára, ha akarja, van ideje a hobbiára, szuper, tehát amikor családi napot tartanak, akkor tényleg jól érzik magukat, nem az van, hogy ez a hülye meg mit keresi. Tehát, hogy így, ez fontos, hogy értsük, hogy az MLM-ben a siker az egy sokkal komplexebb kérdés annál, hogy így mekkora üzlete van, vagy mekkora pénzt keres valaki. De értem amúgy a kérdést, és nem akarom kikerülni, csak ezt így szerettem volna tisztába tenni, hogy ezt ne érezze azt, aki idézőjelben csak, mit tudom én, félmilliót keres havi szinten, hogy hát ő még sehol nincs az MLM-ben, mert hát valaki 5 milliót keres, valaki meg 50-et. Hát most nyilván itt is vannak nagyságrendek, mint a sportban, vagy a politikában, vagy a zenében, vagy a nem tudom én, tehát hogy így mindenhol vannak szintek, kit nevezel sikeresnek, az Magyarország leggazdagabb embere, az sehol nincs mondjuk az amerikai leggazdagabb emberekhez képest, vagy egy nem tudom én, dubai emberekhez képest, tehát hogy így nagyon nehéz ezt meghatározni. De ha mégis visszakanyarodunk és tényleg válaszolni akarok a kérdésedre, azt gondolom, hogy az első és legfontosabb ezeknél a növekedésre képes embereknél az, hogy tudnak fókuszálni. Tehát azzal foglalkoznak, ami nekik az üzletet építik. Ezért mondtam azt, hogy azok az anyukák nehéz helyzetben vannak, akik száz felé szakadnak a gyerekek meg a háztartás mellett, mert pont a fókusz az, ami elveszik. Saját példa, én nem tudok úgy könyvet írni, hogy minden nap írok 3 sort, aztán játszok a gyerekekkel, aztán tartok egy előadást, aztán megint írok 3 sort, aztán elmegyek futni egy kicsit, aztán megint írok 3 sort, így nem lehet. Úgy lehet könyvet írni, hogy van mondjuk 2 hónap, nálam ez a nyár meg a tél, amikor szokott ilyen másfél-két hónap lenni, amikor azt mondom, hogy mindenki hagyom békén, elvonulok a világtól, nem foglalkozok mondjuk még a gyerekeimmel se annyit, és ez egy csúnya dolog apukaként, de utána viszont a következő években ebből jön annyi bevétel, hogy tudok velük bármennyit foglalkozni. De kell egy rövid időszak, egy olyan fókuszált időszak, amikor tényleg a könyvírás van-e, azzal kelek, azzal fekszek, maximum eszek, meg kiszaladok pisélni, de egyébként meg egy szál gatyába a reggeltől estig, mint egy ilyen, nem tudom én, ilyen, ahogy el tudjátok képzelni az idióta írókat, tehát hogy így fókuszált, tehát így lehet alkotni, így lehet dolgozni, és a hálózatépítők is valahol, akik igazán sikeresek, azoknak semmi más nem számít. Tehát nem kezdenek másik vállalkozásba, nem mennek minden szombat-vasárnap berúgni a haverokkal, meg nem tudom én, persze foglalkoznak a családjukkal is, igen, mert fontos, de legalább egy fél-egy éves időszakot oda tesznek, hogy minden nap az üzlet, minden nap, tényleg minden nap. Még karácsony délután jelen, és elmennek munkatársakkal kocintani, vagy,
vagy nem tudom én, terméket kiszállítani, de tényleg minden nap üzletépítés. Tehát nagyon sok emberén azt látom, hogy egyszerűen nem tud fókuszáltan dolgozni, és lehet, hogy megkeres mondjuk 500 embert, de az 500 embert azt nem fél év alatt keresi meg, hanem 5 év alatt keresi meg, akkor nem lesz belőle az az eredmény. Nem lesz belőle, mert nem tud fókuszáltan dolgozni. Ez a legfontosabb, hogy képes vagyok oda tenni magam, és igenis félreteszek minden mást, és fókuszáltan dolgozom. Ez az egyik, ami nagyon-nagyon fontos, fókusz, önfegyelem, koncentrálás, akárhogy nevezhetjük ezt. A másik, ami azt mondom, hogy a bizalomépítés, vagy kapcsolatépítés, ez is online, offline, nevezhetjük ezt egyfajta karizmának is, nevezhetjük ezt úgy, hogy valaki hatással van emberekre. Ez megint van ilyen a politikában is, a zenében, sportban, színészek között, tehát üzleti életben ugyanígy, hogy egyszerűen az ember bemegy valahova, és ott van, és meglátják, és észreveszik, és megszólal, és ráfigyelnek, és egy kézfogás, egy szemkontaktusból tudjuk, hogy ő neki van célja, tudjuk, hogy mit akar, süt belőle a hit, süt belőle az, hogy engem lehet követni, hogy nézzetek meg, tényleg a történelem hadvezereitől kezdve, a még negatív irányba is tudunk ilyen politikusokat mondani, akik mindig is tudtak az emberekre hatással lenni. Uh-huh. Erre valamilyen szinten születni kell egyfajta személyiségtípussal, de nagyon sokat lehet tanulni. Tőled kérdezni. Igen. Ez a két terület mind a kettő tanulható is, vagy fejlesztő. Igen. Uh-huh. Igen, az online Zoltán csoportom legutolsó, tehát júliusi vezetői csoportjának az utolsó két előadása az pont erről szólt. Mert ezt nagyon sokan kérdezték, amiről most beszéltem, és az utolsó két óra az pont erről szólt, hogy ez az erő, karizma, kialakítás, hit kialakítás, ez a sugárzó személyiség, ez miből fakad, és erről nagyon-nagyon sokat beszéltem ezekben a csoportokban, mert tényleg azt látom, hogy kevés ember hajlandó ezeket a dolgokat megtanulni. Uh-huh. Ha már a tanulásról esik szó, mindig nagy kérdés így az MLM területén, hogy ha az egységnyi időmet számítom, hogy beleteszek x órát egy héten, szerinted mi a jó arány, amit a tanulásra és amit a csinálásra, tehát a konkrét jelöltkeresés, és megszólítás, és szponzorálás, és az összes tevékenység, ami ebben van. Tehát ennek mi a jó aránya szerinted? Összeállt-e erről egy-két benned? Hát most tudok neked mondani egy 80-20-as vagy 90-10-es arányt nyilván a munkajavára, de ez nem ennyire egyértelmű. Tehát amikor valaki fókuszban van, akkor ezen nem gondolkozik. Uh-huh. Akkor nem agyal, tehát nem mérlegel, nem számolgat. Tehát, akkor így ész nélkül mindent. Tehát akkor kora reggel már nem bír aludni, már hajnalba fölébred, és azt mondja, hogy ma mit tehetek annak érdekében, hogy menjen az üzletem, és már hajnalba bekapcsolja a telefonnak, nézi a Facebookot, ki van fönt, már elkezdek emberekre írogatni, nem rágás senki, jó, akkor megyek, főzök egy kávét, már pörög, kávéfőzés közben már hallgat valami videót, valami előadást. Tehát ez nem úgy történik, hogy beosztjuk előre. Tehát amikor valaki igazán növekedési fázisban van, akkor mint az állat úgy. Tehát akkor nem, tehát nem méricskéli ezt, hogy már dolgoztam 9 egységnyit, akkor most lesz egy egységnyi munka, ez egy tanulás. Tehát akik igazán növekszenek, és igazán azt látom, hogy lendületben vannak, és jönnek be hozzájuk az emberek, ők nagyon szenvedélyből tolják, nagyon-nagyon lelkesedésből, és ez a fajta energia az, amire ragadnak a jelöltek, ragadnak a követők, mint a mézre, jönnek a méhek, meg a macik, meg nem tudom mik is. Tehát, hogy így őrült emberek, na, már ezt akarom mondani, hogy őrült, lelkes, szangvinikus, szenvedélyes, mindenféle módon mondhatom emberek, akikhez ragadnak a hálózatépítők.
Van egy ilyen szomszédomban. De most komolyan, tehát a házatépítésnek pont a pszichológiája a legérdekesebb. Én ezt élvezem, ezt szeretem nagyon. És a pszichológiája az az, hogy ha a számok alapján őrültségnek tűnik, de valaki hisz benne, akkor lesznek követői. Ha a számok alapján tök logikus minden, és nagyon legális, és nagyon korrekt, és nagyon szép, de ezt halálunalmasan adom elő, nem lesznek követői. Igen. És nézzetek meg, hogy bejön egy, mit tudom én, egy hónappal ezelőtt bejött egy ad ide a pénzt KFT, építsünk együtt MLM-et, zsaroljunk meg mindenkit, nem tudom milyen KFT, de ez most nagyon jó lesz, ekkora pénzt még soha semmiből nem kerestél, és emberek tömegei egy karizmatikus vezetőnek elhiszik, és egyik napról a másikra csatlakoznak, és ott vannak 500-an egy hónap alatt. Miért? Mert mindenki elhiszi. Hát itt volt ez a számítógép, hozd meg a számítógépet, tárhelyét játék. Emlékeztek erre? Igen. Két vagy három éve ment ez a, nem jut eszembe a cégnek a neve. Ez volt a marha nagy történet, hogy a számítógépet tárhelyét hozd meg, mert majd világcégek biztos ezen fogják tárolni az ő üzéket, titkos adataikat. Nem tudom, emlékeztek erre? Valami rémlik, hogy emlékszik. Én írtam is róla a cikket, csak nekem sem jut eszembe a cégre. Hát hihetetlen kamu volt az egész, és voltam olyan rendezvényen, ahol 500 ember ott ült, tehát országos rendezvény Lourdes-ba 500 ember ott ült. Gondolhatjátok, hogy hányat bepalisztak, hogyha 500 napot egy országos rendezvényen. Egy pár hónapig működött az egész, nem tudom, lehet, hogy pár hétig, vagy pár évig is, de pár hónap volt az igazán jelentős növekedése a cégnek. Azért, mert néhányan tényleg el tudták hitetni másokkal, mert bennük volt az a lelkesedés, az a lendület, de most is tudnék ilyeneket, csak nem akarok jelenlegi cégekről rosszat mondani, de most is látok ilyeneket, akik oltári baromság szerintem, de lelkesen nyomják, és ettől nekik működik. Mert emberek elhiszik, tehát sokkal erősebb a pszichológiai oldala, mint a racionális a hálózatoknak. Ha már így pszichológiáról beszélsz, ugye egyik nem tudom, hogy legelső, vagy legfontosabb, vagy leghíresebb könyved, igen, a személyiség kalauz, sokan ismerik. Melyik típusnak való leginkább a hálózatépítés? Van-e ilyen? Vagy ez megint egy rossz kérdés, és akkor felteszek egy másikat. Nem akartam azt sugalni, rossz kérdéseket teszel föl, csak átértelmeztem néhányat, hogy könnyebben tudjak rá válaszolni. Okay. Nem. Tehát ezt meg tudom úgy is kérdezni, hogy melyik típusnak milyen erősségét tudja használni. Más erősségét tudja használni a négy személyiség típus, más és más fázisban van rájuk szükség, inkább így mondanám. Ugye a szangvinikus nagyon jó abban, hogy álmokat tud építeni emberekben, lelkes, motivál, rengeteg kapcsolatot teremt, könnyedén bárhol bárkit megszólít, meg tud nevettetni embereket, hát szeretnek a közelébe lenni, nagyon jó csapatépítő, imádják az előadásait, szórakoztat, tehát hogy így szeretik a szangvinikus. De amikor a szangvinikus mondjuk abban a fázisban van, hogy neki oda kéne figyelni a csapatára, megígér embereknek dolgokat, elfelejt utána dolgokat, nem küldi el, lemaradnak pontok, elfelejtődnek határidők, akkor viszont el is veszíti az embereket. Elveszíti az emberek bizalmát, rájönnek, hogy egy nagy dumagép volt, és igazából ahogy jöttek el is mennek merről le az emberek. A kolerikusnál megint ott van a nagy lendület, nagy szenvedély, tolja ezerrel, jönnek és utána az emberek, látják, hogy ez tudja, mit akar, céltudatos, van hite, van karizmája, ugye az, akit mondtam, hogy így erre született, viszont nagyon durván meg tud sérteni embereket. Ő is az, aki lehet, hogy kívülről azt látod, hogy nagyon sikeres házatépítő, de hogy hány hullát hagyott maga mögött, azt nem tudod. Hogy hányan utálták meg miatta a házatépítést, azt nem tudod. Hogy nem képes bocsánatot kérni, hogy ő az egyetlen nagy vezető, amikor házatok azért mennek tönkre, mert mondjuk van a csúcson három kolerikus, akik egymással nem bírnak kijönni, és esik három részre az egész hálózat, nem egy, nem kettőjét látunk már Magyarországon is, akkor nem mondanám, hogy annyira hú, de jó a kolerikus. Tehát, hogy minden típusnál valamiben ő jó, és valamiben neki is fejlődni kell, hogyha tartósan, huzamosan egy cégnél meg akar maradni. És szegény flegmatikusok? Hát a flegmatikusoknál ugye lassabb a dolog, nekik azt kell megtanulni, hogy fölpörögjenek. Tehát, hogy
lehet, hogy ő nagyon-nagyon nagyon kitartó, nagyon rugalmas, alkalmazkodó, ő tényleg bármihez képes alkalmazkodni, hosszú távon Jéghátán is megél, egy ilyen igazi Kalambó típusú személyiség, aki buldogként megragadja, és szépen csöndben halad előre, és ez a lassú vízpartot most módszerrel akar dolgozni. Nagyon sok ilyen flegmatikus látok házati rendezvényeken, akik ott ülnek, szorgalmasan, lelkesen jegyzetelnek már 10 éve. És soha nem pörgött még föl annyira, hogy azt a munkát, amit ő elvégez mondjuk 3-4 év alatt, azt 3-4 hónap alatt kéne elvégezni, és akkor neki is lenne üzlete. Tehát, hogy jó lehet a flegmatikus is, mert sokan szeretik, mert jó hallgatóság, mert nem kerül konfliktusokba, mert tényleg egy ilyen kedves személyiség, de neki meg a lendület, meg a lelkesedés, meg az energiát kell megtanulni. Akkor melankolikus, a negyedik típus se. Melankolikus se hagyjuk ki, természetesen így van. A melankolikus az, aki nagyon sokat tud tanulni, aki mindenben precíz, aki nagyon profi, aki a szakértő, a specialista, aki most itt ül velem szembe szemüvegben például. Igen. Aki tényleg a tökéletes mindentudó, viszont neki is mondjuk abban, hogy kicsit olyan gátlástalanabbul, olyan dolgokat is merjen ígérni és állítani, ami még nem tökéletesen alá van támasztva minden adattal, számmal, grafikonnal, az nem mindig az erőssége, mondjuk így. Mert akárhogy is nézzük, az MLM-ben kellenek az ígéretek, kell a remény, kell az embereknek hallani azt, hogy figyelj, szuper, menni fog, és nem az érdekli őket, hogy akkor és akkor abban az esetben fog menni, ha ezt így és így és így, és akkor ezt, és még arra is figyelj majd. Tehát, hogy a melankolikus az hajlamos túlmagyarázni, hajlamos túl tanulni magát, és azt gondolják a mások, hogy Jézus Mária, ha én nem tanulok ennyit, akkor sosem leszek ilyen sikeres. És közben jön néha idő a szangvinikus, és sikeresebbek lesznek, mert ott van bennük a lelkesedés. De nyilván van az a pont, ahol meg majd nekik is szükségük lesz egy melankolikusra. Tehát én azt gondolom, hogy az igazán jó csapatokban megvan minden 4 személyiség, mert mindegyikre szükség van, és akkor működik jól a hálózat. Ugye a házat az csapatmunka, az nem egy ember sikere vagy sikertelensége, hanem csapatmunka. Akkor működik jól, amikor mindenki oda teheti a saját személyiségét, és mindenki hozza a legjobbat. És mondjuk ha csak egy napot megnézünk, ami egy sikernapot megnézünk, ahol különböző előadások vannak, van a szangvinikus, aki megnevetteti az embereket, van a melankolikus, aki tanítja az embereket, van a kolerikus, aki irányt mutat, és van a flegmatikus, aki megmutatja, hogy hát még nekem is megy, akkor neked is menni fog. Tehát, hogy mindenkire szükség van, és mindenkitől van olyan, ami tanulható. Az én feleségem is melankolikus, imádom azt a melankolikus személyiségét, amilyen precizitással hozzá tud állni dolgokhoz, amilyen végtelen türelemmel képes mondjuk horgolni gyönyörű dolgokat. Hajnali 3 és 5 óra között ő neki ujjaival varázsol ez a világ legszebb dolgait, mert olyan szinten precízen csinálja, és neki ekkor van ideje, akkor csinálja. Igen? Igen. Azt mondtam, hogy és türelmes, ugye? Igen. Tehát ő is az, hogy ami a szangvinikus kolerikusnak nem az erőssége, hogy így hú, azonnal akarok valamit, ez a melankolikusban nincs benne, és hogy ő képes kivárni, és igenis türelemmel, és lépésről, és tervezetten felépíteni a dolgokat. Mi azt szoktuk ajánlani a csapattársainknak, mert nekünk bejött, hogy kettesével építsék legalább a hálózatot. Tehát, hogyha nem a házastársal, mert az ugye a legideálisabb, hogyha van egy házastárs, aki legritkább esetben ugyanaz, vagy nem tudom, hogy tapasztalod, de hogy tök jól ki tudjuk mi is egészíteni egymást, mert ami benne erősség, az bennem gyengeség, és akkor ezeket az előnyöket ki tudjuk használni a közös munkában. De hogy akinek nem a házastársa, az a lányával, vagy a fiával, vagy a bárkivel, ismerősével. Abszolút. Összekapatva ki tudják hozni ezt az előnyt. És pontosan ezért is van egy ilyen téveszme, hogy annak a legjobb, aki az elején kezdte. Hát abszolút nem.
hogyha most valaki elkezdi, tehát mondjuk én holnap azt mondom, hogy na, hajrá, gyerünk, elkezdem a DXN üzletépítést, akkor tudom azt, hogy melyik ismerősömet fogom a Juditnak bemutatni, mert tudom, hogy ő vele, Judit találja meg legjobban a hangot, ki az, aki azt mondom, hogy figyelj, nézd meg az Zolynak a videóját, mert az fog tetszeni, ki az, akinek megmutatok egy kolerikusabb föllépést. Tehát, hogy így nem, én sem tudnék mindenkire hatással lenni, nekem is van egy személyiségem, valakinek bejön, valakinek kevésbé, vagy más jön be, én nem tudnék sose annyira melankolikus lenni, amennyire ez egy mondjuk egy melankolikusnak erre igénye van. Tehát akkor összeeresztem a két melankolikust egymással, és majd ők jól elbeszélgetnek, és mindenki boldog, én meg flegmatikusan attól vagyok boldog, hogy nem is kell dolgoznom, hanem dolgoznak helyettem. Úgyhogy ez nagyon teljesen egyetértek ebben, hogy a házatépítés a csapatmunka, úgyhogy legalább ketten, de inkább még többen vezetővel, felsővonalra érdemes dolgozni. Hát nem véletlenül most az online-ban is nagyon-nagyon sokan használják a hármas chat eszközét, rendszerét, hogy a jelölt az nem velem konzultál, vagy nem velem dolgozik, hanem én összekötöm őt a felsővonalammal, és akkor egy hármas chatben megy a kommunikáció. Köszi szépen. A kapcsolatépítéssel kapcsolatban milyen hibát követünk el leggyakrabban? Mit látsz? Hát teljesen véletlenül erről egy komplet könyvet írtam, hogy kapcsolatépítés. Igen, azaz. Most már újabb kiadásban megjelent, egy kicsit más borítóval, de igen, ez az. Kapcsolatépítésnél az egyik az, hogy nem eleget csinálunk, tehát hogy ott is az, hogy kevés. Amikor valaki úgy várja a tökéletes jelöltet, és majd azzal megismerkedik, szoktam mesélni, volt nagyon jó barátom egyetemen, aki teljesen jó kiállású, magas, sportos srác volt, de sose volt barátnője, és így kérdeztem, hogy mi a helyzet a csajokkal, és mondta, hogy ő majd csak a tökéletes lányjal fog megismerkedni. Hát mondom, az komoly, és mit mondasz neki, mert nem tudsz csajokkal beszélni gyakorlatilag, tehát hogy így nem tudom, mit kell mondani egy nőnek, tehát nem szokott így beszélgetni nőkkel. És azt látom, amikor valaki így várja a tökéletes jelöltet, és helyette mindenkivel léptenyomon kéne beszélgetni, bárhol, bárkivel, bármilyen, egyszerűen megtanulni az ismerkedési izmokat rutinban tartani, azt, hogy akárhol, akárkinek tudjam valamit mondani, kérdezni, tehát pillanatokat elinduljon a kommunikáció. Én, mint flegmatikus, ezt nekem állom, ez egy tanult dolog, de mai napig is szinte minden nap egy új emberrel elkezdek beszélgetni, vagy online, vagy offline, egyszerűen csak azért, hogy rutinban maradjak. Azért, hogy a sokféle emberrel tudjak alkalmazkodni én is, hogy minél gyorsabban ráérezzek arra, hogy valaki milyen személyiségtípus, minél gyorsabban levegyem azt egy arc pillantásából, vagy egy arc játékából, hogy amit mondtam, az hogy tetszik neki, hogy ne legyek se túl sok, se túl kevés. Tehát ehhez rutinba kell lenni, és ehhez rengeteget kell beszélgetni emberekkel. És ha rengeteget beszélgetsz emberekkel, akkor automatikusan kialakul az, hogy ki az, akivel egy hullámhosszon vagytok, ki az, akivel megvan a kémia, megvan az összhang, ki az, akivel jó érzés neked beszélgetni, és akivel utána tök egyszerűen jön az a dolog, hogy miért ne dolgozhatnánk mi együtt. Meggondolom, egyre több olyan ember lesz, aki úgymond a te típusod, ahogy nő a tapasztalat, úgy egyre több emberhez tud az ember. Nyilván, egyre nyitottabb, vagy egyre többféle emberrel tudsz beszélgetni, persze, így van. Ez a legfontosabb, hogy elég emberrel kell, igen? Van egy másik könyv is, amit akartam itt a többieknek mutatni, hát ha nem ismeri még valaki. És ennek kapcsán azt kérdezni, hogy van olyan, hogy mi a három legjobb kezdőkérdés egy ismerkedés alkalmával? Hát a lehető legtriviálisabb kérdések. Tehát a kezdésnek az a lényeg, hogy elinduljon a beszélgetés, elinduljon a kommunikáció, hogy lássam azt, hogy a másik emberrel milyen hangulatban van-e kedve beszélgetni, vevők vagyunk-e egymásra. Erre szoktam a tréningeken azt a példát mondani, hogy egyetemista koromban rengeteget beszélgettem buszon, vonaton, stoppoltam, és volt egy ilyen bevált péntek esti járat, vasárnap jöttem Szentesről Szegedre, és minden vasárnap 7 órakor felszálltam a buszra, és 8-ra megérkeztem Szegedre. És minden vasárnap 7 órakor kinéztem egy szimpatikus embert, nyilván általában lányokat, aki mellé leülök a buszon,
és minden vasárnap 7 órakor fel tudtam tenni azt a kérdést, hogy mikorra ér ez a busz Szegedre. Nem azért, mintha nem tudtam volna már egyébként is, hanem azért, hogy lássam, hogy milyen választ kapok erre. Hogyha azt mondja a lány, hogy ó, figyelj, már jövünk Miskolc óta, és mondja, hát látom, hogy egy szangvinikus nem lesz különösebb probléma a beszélgetéssel. Azt mondja, hogy 8-ra, és benne van a szemében, hogy te hülye, tehát, hogy így, ki az az idióta, aki felszáll egy buszra, se tudja, hogy hol van, meg hol megy, látom, hogy egy kolerikus személyiség. Melankolikus meg elmondja, hogy 7 óra 58-kor kellene menetrend szerint, de ha algyonél elkapjuk a vonatot, akkor az 2,5 percig sok szokott tartani, tehát 8 óra után 2, bárha éppen utána piros lámpa jön, akkor 8 óra 3-ra érünk be. Ez a melankolikus, flegmatikus meg így szétnéz, hogy mi, ez egy busz. Tehát, hogy így azt se tudja, hogy hirtelen hol van. Hát igazából én mindig ilyen kérésekkel dolgoztam, hogy mikor ér ez a busz Szegedre, segítsek-e föltenni a táskádat a csomagtartóra, nem tudom, szabad ez a hely, tehát, hogy így a rossz az, amikor valaki, én saját tapasztalatom, saját példán tanultam meg, hogy ha túlagyonom a dolgot, akkor nem lesz belőle semmi. Tehát, mit mondjak neki? Az nem jó. Azt mondja, nem, arra azt mondja. És akkor mire kitámadira leszáll. Tehát, hogy így valamit kell kérdezni, ugyanez igaz az online-ban is. Tehát, hogy jól látom, hogy te is szegedi vagy, és már elkezdtünk beszélgetni. Jól látom, hogy neked is 2 gyereked van. És már elkezdtünk beszélgetni. Tehát, hogy next level. Hogyha már beszélgetni jól tud valaki. Simán szóba áll, legyűri a problémáit, vagy nehezen állt szóba valakivel. Tehát bármiről már tud csevegni. És hogy tér át az üzletre? Mi az a jó kérdés, vagy jó témaváltás? Vagy... Oké, ez megint nagyon jó kérdés. Én erről megint külön beszéltem több órán keresztül az online Zoltán csoportokban, de ez az alapozott csoport, ez nem a vezetői. Következő, két technika van, egyik a vadász, másik meg a kertész. Ugye a vadász az, aki nagyon gyorsan rátér a lényegre, becélozza, nekem ez az ember kell, és egy nagyon személyre szabott, nagyon egyértelmű üzenettel megtámadja az embert. Azt mondja, hogy figyelj, nekem pont ilyen fekete göndörhajú csajok kellnek, mert ilyenekkel akarok együtt dolgozni, te pont az a típus vagy, úristen, ráadásul még Kecskemét is, vagy mindenképpen beszélnünk kell. Tehát, hogy most itt nem akartam senkire célozni konkrétan, csak így nincs is általában véve. Na tehát ezt hívom úgy, hogy egy vadász típusú megközelítés. Amikor valaki úgy keres meg valakit, hogy személyre szabottan elmondom neki, hogy figyelj, azért szeretnék veled beszélni, vagy azért szeretnék veled dolgozni, vagy azért gondolom, hogy mi tudnánk együtt dolgozni, mert, és mondok neki valamit személyre szabottan. Ez a vadász típusú megközelítés néhány info alapján, amiről már beszélgettünk, vagy amit látok a Facebook vagy az Instagram oldalán, ez alapján én őt megkeresem. A másik, ez a kertész típusú megközelítés, amikor hosszabb ideig beszélgetünk, hosszabb ideig építjük a kapcsolatot, lehet, hogy nem is konkrétan bejelöltem ezt az embert, hanem nem is tudom én, egy Facebook csoportba kezdtünk beszélgetni, legyen ez főzés, vagy utazás, vagy tök mindegy sport, vagy baba-mama, vagy adok-veszek csoport, tök. Tehát elkezdtem egy másik emberrel beszélgetni, és szépen napok, hetek alatt alakul ki ez a kapcsolat, és folyamatosan utalok rá, hogy egyébként én mivel foglalkozom, egyébként milyen vállalkozásom van, de nem támadom meg azzal, hogy lépjél be, hanem egyszerűen csak tudatom vele, hogy nekem ilyen munkám van, én ebben dolgozom, célozgatok rá, utalok rá. És ahogy mélyül a kapcsolat, ott jön egy pont, amikor elkezdünk beszélgetni arról, hogy ki hogy dolgozik, ki hogy érzi magát a bőrében, és kvázi, mint egy mellékesként így bedobom neki, hogy de figyelj, miért nem dolgozunk együtt? Hát úgyis tudod, mivel foglalkozom, szerintem pont olyan személyiség vagy pont van egy ilyen munkatársam, mint te, tök jól megy neki az üzlet, hát miért nem beszélgetünk egyszer? Tehát ez egy ilyen lájtosabb megközelítés. Mind a kettőt lehet jól csinálni, lehet rosszul csinálni, rengeteg buktatója van. Ezért kell a rutin, meg ezért kell az online Zoltán csoport, mert ott meg még részletesebben elmondom ezeket a technikákat. Uh-huh.
szerettem is volna kérdezni, hogy aki veled szeretne most közelebbi kapcsolatba kerülni valamilyen módon, hogyan tud? És hogy mi ez az? Amennyiben szakmai kapcsolatra gondolsz. Igen, igen. Természetesen. Hol talál meg? A területen? Hogy... Nyilván a könyveimet tudom ajánlani nagy szeretettel, amit te is mutattál ugye a kérdezés, illetve a kapcsolatépítés, amit még nem láttunk itt, ez az Építs Brandet Facebookon, ami most nagyon... igen, azok is jó könyvek, igen. De van egy ilyen, van egy ami kifejezetten a Facebookos márkaépítésről szól, bár azt mondom, hogy egyébként ebben ti nagyon jók vagytok, tehát a DXN az kifejezetten jó abban már régóta, hogy ti interneten dolgoztok, már nagyon-nagyon gyakoltak vagytok ebben. Nagyon sok másik céghez képest egyébként ebben előnyben vagytok, akik most kezdték el ezt tanulni. Szóval ezeket a könyveket tudom javasolni, illetve az Online Zoltán csoport áprilisig visszamenőleg elérhető. Közel 50 előadáson fönt van a Facebookon a ma este tárgyalt témák, és még jóval több is. Szuper. Tehát akkor rád ír valaki, mondjuk, hogyha ennek a tagja szeretne lenni, és akkor tisztázzátok a részleteket. Igen, hát nagyon röviden ezek fizetős csoportok, mert nyilván most nekem ez a munkám, tehát így, hogy nem tudtunk menni sem erre a oktatni, én nekem ebből volt bevételem az elmúlt hónapokban, ezek fizetős csoportok, nem egy óriási történet, tehát néhány könyv árára kell gondolni. Viszont pontosan erről beszélünk, vagy beszélek benne, ami most az elmúlt hónapoknak a kihívásai voltak, illetve általában véve, amit házatépítőknél látok, hogy ilyen banánhéjak rosszul csinálják, nem működik. Uh-huh. Lehetne jobban. Jól értettem, hogy online tréninget is tartasz, tehát mondjuk csoportot, akár Zoomon, vagy bármilyen más... Pontosan. Hát így, ahogy most veletek beszélgetünk, ez gyakorlatilag megfelel egy ilyen online tréningnek hasonló módon. Uh-huh. Szuper. Zoli kérdésével zárnám. Te rengeteg MLM cégre így ráláttál. Látod az összes előnyét, meg persze nyilván a hátulütőit is. Soha se csábultál el, hogy azért ez mekkora pálya? Én életem első MLM-es rendezvényre úgy jöttem hozzá, hogy én ezt örök életemben ezt akarom csinálni. Egy Budapesten egy sportcsarnokban 15 ezer ember ott volt, és óriási hangulat volt, és azt mondtam, hogy hát ez is egy munka, hát úristen, így is lehet dolgozni, így is lehet pénzt keresni. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Pár hónap alatt így a családi baráti körből el is indult egy kis hálózatépítés, volt is belőle jövedelmem. Aztán jött egyetemen vizsgaidőszak, aztán jöttek egyéb körülmények nálam is, és aztán egyre inkább abba az irányba kezdtem el mozogni, hogy nekem a személyiségfejlesztés része tetszik a legjobban. Nekem nem egy hálózat áll hozzám közel, hanem a hálózat építés, mint életforma, a hálózat építésnek a pszichológiája, és nagyon-nagyon élvezem ezt, hogy így döntöttem, mert ahogy te is mondtad, tényleg nagyon sok hálózat, nagyon sok vezetőjével vagyok jó kapcsolatban, és nagyon sajnálnám, hogyha nem tudom, én csak az NBS-eket ismerném, és veletek nem lennék így jobban, vagy csak titeket ismernének, de nem lennének forever-ös barátaim, vagy bármelyiket most mondhatnám, tehát mindenhol látok, találkozok nagyon jó emberekkel, jó kapcsolatokkal. Nem olyan régen ott voltam egy óriási MLM-es lakodalomban például, ahol két MLM-es dinasztia gyermekei házasodtak össze, és ott voltam én, és ez egy olyan igazi, mint az olasz klánoknál, amikor így a, nem tudom én, ilyen nagy házasság, vagy maffián belül, vagy nem is tudom, ilyen nagyon belterjes volt a dolog, de tényleg így óriási arcok ott voltak az esküvőn, és így olyan hangulat volt, amit egy úgymond egy ilyen normál esküvőn el nem tudsz képzelni, ahol mindenki normális idézőjelben, hanem a idióta hálózatépítők így gyűltek össze, főleg így a vezetők. Úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt, hogy ott vagyok emberek életében, hogy látok emberek családok életére, hogy a abszolút kezdőktől a csúcsvezetőkig, milliómosokig nagyon-nagyon sok jó kapcsolatot
ápolok és konzultálunk rendszeresen. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt az életformát. Nem érzem azt, hogy boldogabb lennék akkor, hogyha egyetlen egy hálózattal lennék csak kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm ezt a választ is, és az összes többit is. És szerintem a Tündének a kérdésére hogy válaszoljak még itt, mert ez azt most ott eszem, hogy... Hogy a felvételt esetleg megállítjuk most, igen, viszont kezdődik az afterparty, és ott még akinek maradt kérdése... Ja, jó. Okay. Akkor a többieknek legközelebb csak... Máskor gyertek el, igen.